vettünk egy ugyanolyan Fiat Punto személyautót, mint ami a balesetben volt. Kibéreltük a Kiskunlacházi repülőtérnek az egyik részét, kijelöltük az aszfalton ugyanazt az útfelület részt, mint ahol az a sávváltás megtörtént. És utána lemértük ezt a valós körülmények között. Az autót egy 26 éves autóversenyző vezette megfelelő öltözékben. Azért ráesett a választás, mert kíváncsiak voltunk, hogy mi az a legrövidebb idő, ami alatt ezt a sávváltást végre lehet hajtani. Ehhez egy megfelelő felkészültségű ember kellett. Ugyanazt a mozdulatot próbálja elvégezni, amit a feltételezések szerint az idős vezető végzett el a valóságban is. Jól látható, hogy ezen mozdulat, manőver során az autó nagyon erősen megdől, teljesen a jobb oldala felé. Ekkor, ahogy elkezdődött a sávváltás, halad tovább a sáv külső széle felé, és utána pedig megpróbálja a vezető a gépjárművet, az autót ismét egyenesbe hozni. A perben az volt a feltevés, hogy ezt a sávváltást egy 60 éven túli férfi másfél másodperc alatt hajtotta végre. Több mint 10 gyakorlás után 3 másodperc és 2,2 másodperc alatt tudta elvégezni ezt a sávváltást. Ezt a sávváltást ennyi idő alatt egy képzett autóversenyző képtelen elvégezni, akkor nyilvánvaló az, hogy egy idősebb ember, aki nem versenyző és nem versenyfeltételek között akarja ezt elvégezni, erre képtelen.